Kapcsol be. Csengetett, milord? Nincs bekapcsolva. Hallatszott? Egy-kettő. Most már jó. Egy-kettő. Most. Most csengő. Csönges. Szexcsengő. Lehet hazaviszem. Csengetett, milord? De megy. Böbben hozzáöltözött a szexcsengőhöz. Igen, azt néztük, megy a cipőjéhez. Nem csak az a kumpörös. Akkor ha mindenki megérkezett és elcsendesedtünk, akkor... Köszönöm. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Élet- és emberismeret fejlesztő előadásán. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem, mint mindig, elragadó feleségem. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű házas párja. Először is megkérem Önöket, hogyha a mobiltelefonjukat visszahangosították, akkor kapcsolják ki, vagy némítsák el, hogy ne zavarja az előadás sem másokat. Érdemes jegyzetelni, megkérem Önöket, hogyha bármi kérdésük lenne az előadás közben, azt írják le, és a végén lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak rá a mestertől a PPH klubban, ami este 8 óráig fog tartani. De most csak azok tudnak kérdezni tőle, akik személyesen jelen vannak a helyszínen. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Békés Csabáról érkeztem, elragadó feleségemmel, aki mindig itt van mellettem. Civil foglalkozásom eredendően géplakatos. A szakmámon kívül sok minden másban kipróbáltam magam, több-kevesebb sikerrel. Jelenlegi főtevékenységem a PPH tanulói csoport szervezése és vezetése. Én 7 évvel ezelőtt kezdtem el itt tanulni, miután meghallottam azt az előadást, amiben azokról a dolgokról, problémákról beszélt a Szedlacsik Miklós mester, amik akkoriban jellemzőek voltak az életemre. Tehát szinte rólam beszélt. Akkor ott úgy éreztem, hogy ezzel a tudással és ezekkel a módszerekkel nekem sikerülhet megoldanom azokat a problémákat. Akkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom a képzéseket. Mondom, mit veszíthetek. Életem legjobb döntését hoztam akkor. Hosszú évek alatt megtapasztaltam, hogy ő az az ember, aki átsegített minket a nehézségeinken, aki hitt bennünk és támogatott minket. Neki köszönhetjük eredményes, boldog életünket párommal, Böbével. Ezt tiszta szívemből köszönöm. Köszönjük. Én Lagzi Böbe vagyok, mint említettem. Jelenlegi főtevékenységem a PPH tanulói csoport szervezése és vezetése. Emellett most már vállalkozó feleség is vagyok. Végzettségem szerint közgazdász vagyok, bár Szedlacsik Miklóstól több hasznos tudást kaptam ezen a téren, mint a főiskolán, mivel ő gazdasági és pénzügyi téren is nagyon otthon van. Bármilyen tanácsot kapunk tőle, ezeken a területeken is később beigazolódott, hogy igaza volt, és ezáltal sikerült megoldani a pénzügyi problémáinkat is. Sokáig dolgoztam vendéglátóiparban is, mert szerettem emberek között lenni, csak nem igazán tudtam velük bánni, ezért sok csalódásért. Amióta itt tanulok, nagyon sokat tanultam ezen a téren, ezáltal jobban megértem az embereket, így jobban szeretem őket. Ezáltal pedig, hogy nálunk lehetőség van gyakorlásra is, jobban is tudok bánni velük. Viszont ami fontos dolog, saját magamat is megértettem.
Szembenéztem a hibáimmal is, bár ez sokszor nem volt kellemes, de így tudást is és módszereket is kaptam arra, hogy kijavítsam ezeket. 8 éve fejlesztem magam Szedlacsik Miklós képzésein, és azóta törekszem erősíteni a PPH közösséget. Ez a közösség számomra igazi biztonságot nyújt, mert az az ember, aki ezt létrehozta, egy biztos pont mindenki életében. A PPH egy 1993-ban alakult szervezet, és azóta már 4 különböző területen értünk el piacvezetői pozíciót. Ez azért lett így, mert alapítónk, vezetőnk tele van erővel, lendülettel és energiával. Lehetetlen eltántorítani belső elhatározásától. Teremtő erővel rendelkezik, képes bármit megvalósítani, amire vágyik. Soha nem hagyja magát lefékezni, megállítani. Szedlacsik Miklós egy olyan ember, akinek hatalmas ambíciói vannak, és mindig eléri a céljait. Nincs félelme, kétsége vagy kifogása, ami megállíthatná őt, hogy bármit elérjen. Egy potenciális erőforrás a benne rejlő teremtő erő. A teremtés azt jelenti, hogy a gondolatait kitartó munkával és befektetett erővel képes valósággá változtatni. Ez az erő ott van a kezében, és valóban használja is. Meghatározó része az életének a spiritualitás, amit minden élő és létező dolog mögött felfedez, és ez segíti hozzá a mély megértéshez. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel kisugárzásában benne van, hogy érzékenyen érintik a legkülönfélébb emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást adni. Mivel objektív tud maradni a problémákkal szemben, ezért mindig megfelelő tanácsot tud adni a hozzáfordulóknak. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg örökre. Ő egy olyan rendkívüli ember, aki még képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlődési képességében. Képes háttérbe szorítani egyéni érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen juttatja el a segítséget az emberekhez a képzései által, és így csodákra képes. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett már részt. Nem törekszik a meggazdagodásra, mivel gondolkodását messze leköti a világ problémáinak megoldása. Feltétel nélkül szereti az embereket, ami arra ösztönzi, hogy ahol tud, ott segít. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy közben az élete robokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több médiumi képességgel is rendelkezik. Az általa közvetített információk tiszta, teremtői forrásból fakadnak. Sikerének egyik titka, hogy ő csak olyan tevékenységet végez, ami az emberek javát szolgálja. Ezért kap óriási segítséget az égiektől, hogy megvalósítsa azt a célját, hogy együtt létrehozzunk egy békés, boldog társadalmat, az aranykort. Ő az élő példa, hogy szerencse nélkül is bárki képes nagy eredményekre és a sikerre. Az 1987 óta szerzett kivételes üzleti tapasztalat és hatalmas eredmények tették őt különleges tudású és képességű emberré. Megkérem tisztelettel, Szedlacsik Miklós, nemzetközileg elismert mesterkócs, boldogságspecialistát, hogy legyen kedves fáradjon a színpadra, és tartsa meg nekünk a mai előadást. Ugyanak vagyok. Köszönöm. Ugyanak vagyok.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Hát magával a világgal nem igazán. Érdekes világot élünk. De ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És ugye ezt én tanítom, vagy 20 éve, körülbelül, hogyha jó emberek nem tesznek semmit, akkor rossz eluralkodik a Földön. Ez van egyébként. Most gondoljátok végig, hogy ki az, aki járt általános iskolába? Így van. Nem mindjárt. Akkor tanultuk azt, hogy voltak olyanok, hogy milyen országok, milyen gazdasági növekedést értek el a múltban. Ugye én a szocializmusban jártam általános iskolába, és ott ugye még foglalkoztak azzal, hogy a nyugaton mi volt, meg nyugaton mi van, meg keleten mi volt, keleten mi van. Ilyen összehasonlítások voltak a két társadalmi formában. És én emlékszem arra a tanulmányomra, amikor ugye én nagyon szerettem a földrajzot, és történelmet, és biológiát is, és ugye ez nem tudom, a földrajz órán volt, azt hiszem, hogy tanították, hogy ugye a nyugat akkor még a, hát az ilyen ellenség volt a kelethez képest, és tanították, hogy például az Amerikai Egyesült Államoknál mikor voltak a legnagyobb gazdasági növekedések? Tudjátok? Első világháború, tisztán emlékszem erre, első világháborúban. A második világháborúkor, utána a koreai háborúkor, képzeld el, ők vívták. Utána a vietnámi háborúkor, ők vívták. Oké? Okay. Hát tovább nem volt, mert akkor még az ilyen előbb, egyéb háborúk előtt volt. De én tisztán emlékszem, és le is volt írva, hogy milyen gazdasági növekedés volt, mekkora volt a gazdasági növekedés előtte, és akkor az milyen lendületet hozott az amerikai gazdaságnak. Tehát én, mintha azt látnám, hogy neki gerjeszteni kell a háborúkat, hogy gazdasági növekedést tudjanak csinálni. Oké, okay, tehát, és mondom, gondoljátok végig, hogy ők vívták egyes-egyedül a vietnámi háborút, ugye Vietnámban, ők vívták egyes-egyedül a koreai háborút, és abból gazdasági növekedést tudtak csinálni, amit egyedülállóan ők vívták, akkor biztos, hogy az iraki háborúból is óriási hasznot tudtak csinálni, akkor valószínűleg ugye az egyéb általuk gerjesztett háborúkból, mint például most itt az ukrán háború is, ugye a USA által gerjesztett háború. Gyakorlatilag ebből is gazdasági növekedést csinálnak. Ugye tudjuk azt, hogy egy gazdasági növekedést nem lehet fenntartani végtelenségig. Tehát valaki azt gondolja, hogy egy gazdasági növekedést fent lehet tartani végtelenségig, akkor óriási tévedésben él. Ugye én ezzel konkrétan foglalkoztam, tanítom is, hogy a növekedés az soha nem töretlen, a növekedés jó esetben ilyen. Tehát akkor is van egy hullámzás, de a trend az felfele mutat. De akkor is van, a gazdasági növekedésben is vannak visszaesések. Oké, okay, amiből lehet újból egy növekedés természetesen. Tehát olyan, hogy töretlen gazdasági fejlődés soha nem volt, soha nem lesz. De valahogy én azt látom, hogy itt a kapitalista társadalomban, a nyugati társadalomban, ugye azt akarják, vagy azt akarják elhitetni, hogy olyan létezik, hogy gazdasági, tehát folyamatos gazdasági növekedés. És az nagy baj, hogyha visszaesés van.
Na most nyilvánvaló, minden növekedés úgy működik, ugye én ezt megtapasztaltam mindenféle helyzetben, életben, gazdasági életben, hogy kezdetben mindig a növekedés aránya nagyobb, utána kisebb. Az aránya az mindig százalék. Hát nyilvánvaló, hát most képzeld, a nulláról létrehozni egy, mit tudom, 5%-os növekedést, az mekkora növekedés, érted? A nullához képest. Hát hatalmas. Mit tudom én, 1%-on állt valami, az fölfejleszteni mondjuk 5%-ra, az 400%-os növekedés, érted? És nyilván, hogyha valami már magas szinten van, akkor onnan már százalékosan nem lehet ahhoz a növekedéshez képest, tehát ahhoz az állapothoz képest, amilyen szinten van mondjuk egy gazdaság vagy egy vállalkozás, ahhoz képest tovább növekedni olyan százalékkal nem lehet. Tehát nem lehet azt megcsinálni sehol, semmilyen esetben, hogy mit tudom, azt tűzik ki, hogy mondjuk 10% vagy 20% vagy 50%-os növekedés, és akkor a végtelenségig ilyen növekedés van. Mondjuk most egy kicsit így nehezen fordít a program, hogy ilyen, hogy elég gyorsan beszélek, és nem teszek pontot a mondatok végén. No szóval, gondoljátok végig, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Azt lehet megcsinálni, hogy a növekedés az kezdetben gyors, utána lelassul. Tehát ez egy természetes folyamat, sőt az is egy természetes folyamat, hogy megáll. És olyankor, hát elindul egy visszafejlődés, és ugye nagyon kell tudni, hogy mit kell tenni akkor, amikor visszafejlődés van. De én azt látom, mintha világon ezt eddig se tudták az országok, jelenleg se tudják, hogy lehet egy visszaesésből újabb gazdasági növekedést csinálni. Ugye nekünk erre van konkrét tudásunk, hogy hogy kell ezt megcsinálni, tanítom is. Ők nem tudják, ők úgy gondolják az USA-ban, hogy háborúval. És akkor hozzunk létre itt háborút, nekik ez a tapasztalatuk, az USA-nak, hogy a gazdasági növekedést, az igazi nagy arányú gazdasági növekedést, azt mindig a háborúk hozták az elmúlt 100 évben. Most gondolod, hogy változtatnak azon, azon az elven, hogy ezt ők így gondolják, dehogy is. Tehát ők azt gondolják, hogy ha háborúznak közvetlenül vagy közvetett módon, most ugye közvetett módon háborúznak, akkor abból lesz nekik egy gazdasági növekedésük. És akkor ugye, mit tudom én, most éppen össze akarják ugrasztani Iránt Szaúd-Arábiával, majd utána Kínát Tajvannal, stb. Stb. Tehát nekik az a jó, hogyha minél több háború van, ami mögött nyilván valamilyen szinten ott vannak, és akkor hasznot tudnak belőle húzni, minél nagyobbat. Jó, tehát egy ilyen világ van jelenleg, egy olyan világ, ahol, hát ugye elég fura, amikor bizonyos országok nem érintettek a háborúban, és mégis, ugye gazdasági visszaesést okoz az a háború azokban az országokban, amelyikek nem érintettek. Tehát ez egy kicsit vicces. Szó szerint vicces, mert most gondold végig, hogyha megmaradt volna a kapcsolat az oroszokkal ugyanúgy, mint volt, akkor most nem lenne egy olyan helyzet, hogy rá lehetne fogni a gazdasági visszaesést erre a háborúra. Tehát a legfőbb probléma mindig minden gazdálkodó szervezetnél, az lehet egy ország is,
És lehet egy vállalkozás is, mondom a vállalkozóknak, cégtulajdonosoknak, de a családoknak is mondom, mert ott is van egy gazdálkodás, hogy akkor lesztek gazdasági válságban ezekben a helyekben, hogyha a kiadásotok több, mint a bevételetek. Logikus? Tehát a gazdasági válságokat mindenhol legkisebb szinten és a legnagyobb szinten, tehát a legkisebb szint a család, vagy egy egyén, aki egyedül él és több kiadást csinál, mint bevételt, akkor ez azt jelenti, hogy minden esetben, mindenhol a világban, akár mekkora egységről van szó, tehát lehet az egy személy, vagy lehet egy legnagyobb ország a világon, a Földön, mindig az okozza a gazdasági problémát, a gazdasági válságot, hogy több a kiadás, mint a bevétel. Világos voltam? Nem más. Tehát ami azt jelenti, hogy a Föld fejlett részében úgy alakították ki az életet, hogy eljutottunk arra a szintre, ugye a fejlett rész az Európa és Észak-Amerika. Tehát általánosan fejlett rész. Eljutottunk arra a szintre, hogy a szociális háló miatt, oké? Ami ugye szakadozik. De, ugye én ezt régen tanítottam, mikor pénzügyi területtel foglalkoztunk, hogy a szociális háló az hogy lett kialakítva, milyen szerepet tölt be. A szociális háló miatt az országoknak több a kiadásuk, mint a bevételük. Világos ez? És ugye az a helyzet, hogy a lakosságot hozzá szoktatták ez a szociális hálóhoz. És ez úgy működik, hogyha az emberek hozzászoktak a jóhoz, akkor nehezen szoknak vissza a rosszhoz. Érted? Ezért próbálják ezt a szociális hálót lukaszgatni, hogy minél többen potyogjanak ki át ezen a szociális hálón. Nem csak itt, hanem szerte Európában és Észak-Amerikában. Tehát egyre többen és többen fognak kiesni ebből a szociális hálóból, de ennek mindig az, tehát azt érzezem, hogy ez azért kell, hogy kipotyogjanak az emberek, mert mondom, addig van gazdasági válság, ameddig több a kiadás, mint a bevétel. Érted? Tehát ugye mit csinálnak a családok is, amikor több a kiadás, mint a bevétel? Hát takarékoskodnak azon, amin tudnak. Világos ez? És takarékoskodnak azon, amin lehet. Érted? Tehát ha nem tudnak több bevételt létrehozni, akkor egy megoldásuk van a családoknak, takarékoskodnak. Na most az országok, akármilyen hihetetlen, az országok nagy része a Földön nem tud több bevételt csinálni. Nem tud. Egyet tud, hogy csökkenteni a kiadásokat. Ami azt jelenti, hogy a legnagyobb kiadás mindenütt a világban, minden országban a szociális háló. Oké? És ugye ide tartoznak a munkanélküli segélyek, mindenféle segély, ide tartozik az egészségügyi ellátás, ide tartozik a nyugdíj. Tehát minden, ami ide tartozik az utak építésétől kezdve minden, amit állami funkciók látnak el, ami állami feladatok, az mind ide tartozik a szociális hálóba. Oké? És mit lehet ilyenkor csinálni az államoknak? Most nem védem az államokat. Hát a szociális hálót nyírbálni, hogy potyogjanak az emberek kifele. Lehet olyat is csinálni, hogy kevesebb útfenntartást csinálnak, kevesebb beruházást csinálnak, stb. Stb. Ez is a takarékosság része. Oké? Vagy nem látjátok ezt?
hogy ez így van. És ugye mi a probléma ezzel, hogyha a szociális hálót elkezdik nyírbálni, akkor az emberek elkezdenek hőbörögni. És ugye mindig azzal szemben, a kormánnyal szemben hőbörögnek, akik bevezetik a szociális háló nyírbálását, természetesen, meg akik éppen vannak természetesen kormányon. Tehát ugye mindig azok nyírbálhatják a szociális hálót, akik éppen kormányon vannak. És akkor azok szemben, azokkal szemben elkezdenek hőbörögni. Na most ezért, hogy ne legyen hőbörgés, ezért ugye a kormányok és a tanácsadóik kitalálták azt, hogy hogyan lehet ezt valahogy kibújni, ez alól a hőbörgések alól. És akkor kitalálták azt, hogy na, akkor hozzunk létre valami, az influenzára valami új találmányt, az influenza egyik fajtájára egy új találmányt, találjuk ki, hogy létrejön egy új vírus, amit úgy hívnak, hogy Covid, és akkor fogjunk rá erre mindent. De ugye erre végtelenségig nem lehet ráfogni mindent, mert hát hogy lehetne? Na, akkor mit csináljunk? Hát gerjesszünk háborút. Ugye az oroszoknak mi a legnagyobb szívfájdalom? Nyilván az, hogy a nyugatiak nem tartják be a megállapodásokat. És ugye, hát mivel az Ukrajna az egyik legnépesebb orosz, illetve szovjet volt tagállam, az orosz után természetesen, hát ezért, mivel ugye az független állam volt, viszonylag független, ugye akkor közelítsük a nyugat felé, ami nyilván nem fog tetszeni az oroszoknak. Csináljunk egy kis nacionalizmust Ukrajnában, nyilván kikkel szemben lesz érvényesítve leginkább a nacionalizmus, hát nyilvánvaló az oroszokkal szemben, mert ők a legnagyobb kisebbség ugye az ukrán többség mellett. És akkor nyilván az orosz, mint nagyhatalom, nyilvánvalóan előbb-utóbb nem fogja hagyni, hogy a nacionalizmus eluralkodjon Ukrajnába, meg hogy elinduljon a nyugat felé közeledés. Tehát ez totál egyértelmű. És akkor megnézed az időzítéseket, ahogy ugye kezdett kifutni a Covid, nem maga a vírus, hanem maga az egész, hogy már nem lehetett tovább fenntartani azt, amit előtte csináltak, hát ki kellett valami újat, megtervezték ezt az egészet, és gyakorlatilag a háború az felülírta a Covidot azonnal, emlékezzetek rá. Tehát ugye erre emlékezzünk azért, hogy a háború az a Covidot egyik napról a másikra felülírta. Érted? Tehát, hogyha ebből nem látod, tehát hogy írhat felül egy háború egy járványt? Hogy? Ha valaki ezt nem látja át, az nem tudom mennyire ostoba. Érted? Tehát, ha valaki ugye még hisz abban, ami volt két éven keresztül ebben a járvány mizériában, akkor mondom erre, csak azt tudom mondani válaszként, hogy hogy írhat felül egy háború egy járványt. Ráadásul pont abban az időszakban, amikor a járvány a legjobban tombol. Érted? Mert ugye ezek a járványok mikor tombolnak a legjobban Európában? Hát a télen, nyilván. Kora tavasszal, érted? Kora tavasszal. Tél végén, kora tavasszal. Mikor kezdődött a háború? Tél végén, kora tavasszal. Tehát gyakorlatilag egyik napról a másikra felülírta. Tehát azt azért mondom, hogy lássuk már át ezeket a dolgokat. De miért kell átlátni? Azért, mert az ember úgy működik, hogy ha valamit nem ért, akkor bosszankodik rajta. Ha érti, akkor már nem bosszankodik rajta. Érted? De ez a világon mindennel így van. Ha valamit nem értesz, akkor hajlamos vagy arra, hogy bosszankodj rajta. Ha valamit megértesz,
akkor onnantól kezdve már nincs mind bosszankodni, mert érted. Világos ez? Tehát lényeg az, hogy az ember megérti azt, hogy hogyan is van ebben a világban ez az egész. Tehát ez az egész arra van kitalálva, maga ez a két éves covidos mizéria, meg maga a háború, hogy el tudják adni azt, hogy ezek miatt van a gazdasági válság. Világos ez? És hogy a kormányok azok ne bűnbakok legyenek, és ne hőbörögjenek velük szemben a lakosságuk. Erre van kitalálva ez az egész. Oké? Tehát nyilván tudja a nyugat, hogy úgy se fogják az oroszok engedni, hogy az ukránok azok csatlakozzanak az Európai Unióhoz, vagy a, mit tudom, a NATO-hoz, vagy stb. Ezt. Nyilván tudják, nem hülyék azok. Tehát ez egy ilyen átlátszó dolog, érted? És hát ha valaki esetleg hallgatta minap a klubot, két ember beszélgetését, bár lehet, hogy ki voltam már kapcsolva, ez a héten volt, vagy talán vasárnap. Lacival beszélgettünk még ott az irodában egy pár mondatot, hogy mire mehetnek az oroszok. Hát nagyon egyszerű, ugye kivárásra csinálják a dolgokat. Tehát nekik mit kell csinálni, csak gondold végig, hót egyszerű. Az oroszoknak annyit kell csinálni, hogy tönkre kell tenni az ipart és a mezőgazdaságot. És akkor onnantól kezdve a lakosság, az fogja, az kivándorol. Ez meg időkérdése. Nyilván éhség elől ki fognak vándorolni, érted? Tehát annyit kell csak csinálni, hogy meg kell bénítaniuk, nem kell háborúzni, nem kell itt támadni, szépen lassan itt, alibiből lassan haladjunk előre, érted? Hogy valamit itt mozgolódunk, igazából annyit kell csinálni, hogy az ipart a Ukrajnában tönket kell tenniük, megcsinálták, és a mezőgazdaságot le kell állítaniuk. Érted? De úgy, hogy még a saját népük meg se tudjanak termelni. Ezt is volt egyszerű. Érted? Ahol a gépek vannak, puf, oda egy bomba, vagy ahol az alkatrészeket állítják elő, puf, egy bomba, és már nem is termelnek kész. Már nincs is alkatrész előállítás. És onnantól kezdve, ugye szépen az ukránok kiköltöznek. Hova fognak kiköltözni? Elsősorban Európában nyilvánvaló. Hát még mindig jobb, ha ukránok költöznek Európában, mint arabok meg feketék, nem? Hát azoknak még mindig jobb. Szóval lényeg az, hogy csak azért mondom ezeket a dolgokat, hogy lássátok át. Az a legjobb megoldás, gondold végig, hogy kiéheztetni egy népet. Annak idején mit csináltak a történelemben? Ha nem tudtak egy várat bevenni, kiéheztették a vár lakosságát. Azt utána megadták magukat. Ennyi volt, azt már el is foglalhatták a várat. Érted? Az, hogy kiéheztessék, ez csak időkérdése. Időkérdése. Érted? És ennyit jelent. De ugye az oroszoknak nem sürgős, nekik van elég iparuk, van elég mezőgazdaságuk, ők nem fognak éhezni. Ők nekik nem lesz semmi problémájuk. Érted? És az ukránokkal meg ezt szépen megcsinálják. És ha ez 3 év alatt fog létrejönni, akkor 3 év alatt fog létrejönni. Vagy 5 év alatt jön létre, akkor 5 év alatt fog létrejönni. Érted? Hogy elhagyják az országukat. Miért te mit csinálnál, hogyha éheznél? Nem átköltözni egy olyan országba, ahol nem éhezel? Ha fognád, azt ott hagynád az országodat, nem? Ha egy csöppeszed van. Nem így van?
Főleg ugye már azért nem úgy működik a nacionalista gondolkodás, mint annak idején, már inkább liberális a gondolkodás, ugye ilyen internacionális a gondolkodás. Hát ezért ugye látni azt, hogy amikor a népeknek megnyíltak a határok, hogy mehetnek dolgozni külföldön, külföldre, hát milliók mentek dolgozni külföldre, és sokan ugye milliók kinn is maradtak. Gondoljuk végig, tehát már nem az a világban, hogy mindenki ragaszkodik a saját országához. Hát az ukránok is szépen ki fognak költözni. Nyilván nem fognak elbírni az oroszokkal, ez egyértelmű. Nyilván azok a hírek, hogy most hány falut, meg hány várost foglaltak vissza, az nagy kamu. Az nagy kamu az egész, érted? Jó, meg látszólag mondjuk, ha vissza is foglalnának, mert netántán egyet-kettőt. Belefér, érted, az oroszoknak. Belefér. Jó? Tehát, és akkor így csinálhatnak mindenféle szankciót, amire lehet utána hivatkozni, hát ugye a szankciók miatt ez a gazdasági helyzet. Oké? De hát, hogyha valaki egy kicsit gazdasági utána néz annak, hogy az országok mennyire vannak eladósodva. Kik? Hát itt mi európaiak mondjuk. Mi mondjuk magyarok mennyire vagyunk eladósodva. Maga az ország. Oké? Hát onnantól kezdve láthatod azt, hogy gyakorlatilag, ha egy ember el van adósodva, akkor rosszul gazdálkodott. Világos ez? Tehát, ha egy ember el van adósodva, rosszul gazdálkodott. Ha egy vállalkozás el van, vagy egy család el van adósodva, akkor rosszul gazdálkodott. Ha egy vállalkozás el van adósodva, akkor rosszul gazdálkodott. Világos ez? Ha egy ország el van adósodva, akkor egy ország gazdálkodott rosszul. Hát ez nincs ebben semmi újdonság. Semmi misztikum. Ez tiszta tények. Az azt jelenti, hogy többet költöttek, mint amennyi a tényleges bevételük. A hitel az nem bevétel, jó? Tehát a hitel az nem bevétel. Oké? Mert a hitelt azt vissza kell fizetni, a bevételt azt meg nem kell visszafizetni. Világos ez? Ez egy teljesen más dolog. Sőt, a hitelt kamatos kamattal kell visszafizetni. Oké? Tehát a hitel az egy követelés más részéről feléd. Érted? Tehát az nem bevétel. Az nem bevétel. Jó? Na most, és ugye ez a helyzet, hogy hol volt a legnagyobb szociális háló. Ugye voltak ilyen országok, mint például Svédország, de ugye ott viszonylag kicsi a lélekszám. Ugye egy minél kisebb a lélekszám, annál könnyebb megvalósítani egy szociális hálót. Minél nagyobb a lélekszám, annál nehezebb megvalósítani egy szociális hálót. És ugye a szociális hálók egyik legnagyobb, ilyen legfejlettebb szociális háló kialakítás az USA-ban volt. Ezáltal ugye úgy működött, hogy a szociális háló miatt a legjobban eladósodott ország a világon egy főre vet, a lakosság létszámának egy főre vetített részében is a legtöbb az USA-ban. Tehát nem csak az országnak a legnagyobb az adósságállománya, hanem a lakosság egy főre vetített összegében is a legmagasabb. Világos ez? Tehát mit tudom én mondjuk, nem is tudom, háromszor annyi, mint például a magyaroknál. Vagy négyszer, nem is tudom, vagy ötször, tehát sokszor. Jó? Annyi, mint például itt Magyarországon, az egy főre vetített. Mert az a lényeg, nem az a lényeg, hogy egy országnak mennyi az adósságállománya, hanem egy országnak az egy főre vetített adósságállománya mennyi. Érted? Mert nyilvánvaló, mit tudom én, egy Luxemburgnak nem lehet akkora adósságállománya, mint egy Amerikai Egyesült Államoknak. Világos ez? Tehát itt arról szól a történet, érted, hogy eladósodtak az országok, mert rosszul gazdálkodtak. A szociális háló miatt. Világos? Nem más miatt.
Lehet itt mondani azt, hogy mert loptak, csaltak, hazudtak, azt tudod milyen kis százaléka a szociális hálónak? Jó? Persze, loptak, csaltak, hazudtak, máshol is. Itt Magyarországon is, máshol a világban is. Érted? A vezetők. De nem ezért. Tehát nem ezért van probléma, hanem a szociális háló miatt. Világos ez? Legalábbis ugye miről beszélek? Nem az egész világról beszélek, nem Dél-Amerikáról beszélek, hanem Észak-Amerikáról és Európáról beszélek. Oké? Tehát egy olyan világ, tehát egy olyan országban, ahol alacsony az életszínvonal, ott nagyon könnyű ugye még szegényebbé tenni az embereket. Tehát ott nagyon könnyű. És ugye Dél-Amerika és számos egyéb kelet-ázsiai ország például, mit tudom én, Banglades például, ide tartozik. Jó, tehát gondoljuk végig, mondom ezt azért fontos tudni, hogy átlássuk ezt a helyzetet. Tehát ezekre, ami most van, országos szinten a lakosságnak nincs megoldás. Oké? Tehát egy olyan helyzetre, tehát most gondold végig, mondjuk egy család rosszul gazdálkodik. És eladósodik, és a tömb szélére kerül. Mi a megoldás? Tudod mi? Nincs megoldás. Érted? Nincs megoldás. Az lenne a megoldás, hogy mit tudom, nyersz egy lottó ötöst, például, de arra nem sok esély van. Érted? Nincs megoldás. Tehát van egy ország, nincs számára megoldás. Érted? Nincs megoldás. Tehát olyankor, ugye mi szokott a megoldás lenni, hogy csődöt mond az ország, azt akkor nulláról indulnak. Érted? És az azt jelenti, hogy akkor egy fél évig, vagy egy évig nehéz. Érted? Nyilván a legtöbb embernek, de nem mindenkinek. Jó, tehát nincs megoldás, tehát egy családnak sincs megoldás. Ugyanúgy nincs megoldás, egy országnak sincs. Itt te országban nem gondolkozhatsz, hogy majd egy ország megoldja ezt a helyzetet. Nem tudja egy sem megoldani. Itt abban gondolkozhatsz, hogy te hogyan oldod meg ezt a helyzetet. Világos ez? Tehát te hogyan oldod meg ezt a globális, vagy majdnem globális, mert nem globális, mert ugye csak ránk vonatkozik európaiakra, meg észak-amerikaiakra, ezt a helyzetet te hogyan oldod meg? Te tudsz-e számodra magadnak olyan megoldást, hogy mindegy, hogy a világban mi van, te akkor is növekedj gazdasági szempontból. Világos ez? Hogyan oldod ezt meg? Nekünk van erre ötletünk, két dolog kell hozzá. Ugye? Egyik az, hogy tudás. Tehát mire kell a tudás? Nézzük meg. Tehát itt van az életünknek 10 területe. Ez úgy működik, hogyha ezek a területek döglődnek, nem úgy működnek, ahogy kellene, akkor az illető rossz állapotú. A gazdasági helyzet az kihathat több területre is. Nyilván a negatív gazdasági helyzet az kiadhat több területre is. Na most,
Gondold végig, hogy amikor az ember tehát rossz állapotú, akkor úgy működik, hogy az érzelmeire hallgat. Rossz állapotban az ember sajnos nem képes gondolkodni. Főleg, ha még tudása sincs, hogy mit gondoljon ki. Tudod. Akkor még nehezebb gondolkodni. Még ha akar is gondolkodni, akkor sem tudja, hogy mi a manót cselekedjen. Tehát eleve ott kezdődik, hogy az ember minél rosszabb a helyzet a világban, neked annál jobb állapotúnak kell lenned. Mondjuk azt, hogy annál jobb hangulatúnak kell lenned. Világos ez? Minél jobb hangulatú vagy, annál érdeklődőbb, nyitottabb vagy. Minél kevésbé jó hangulatú egy ember, minél kevésbé jó állapotú, annál kevésbé érdeklődő, annál kevésbé nyitott. Tehát egy rossz állapotú ember, rossz hangulatú ember, abban nem keletkezik olyan érdeklődési szint, hogy tanulásra vágyódjon. Milyen szintű tanulásra? Olyan szintű tanulásra, amivel ő képes lenne megoldani az élethelyzeteit. Ezáltal, ha nem vágyódik tanulásra, nem is fog tanulni. Oké? Na most, ha viszont egy ember nem tanul olyan dolgokról, hogy hogyan oldja meg a különböző élethelyzeteit, akkor nem is fogja tudni megoldani. Tehát akkor ez egy ilyen csuka-fogta róka, vagy róka-fogta csuka, egy körbezárul, és az illető csak szenvedni és szenvedni fog az életében, mert mindennek az alapja az, hogy az ember olyan szintre jusson, hogy érdeklődik a használható tudás iránt. Mi a használható tudás? Hogy milyen az élet működése, és milyen az ember működése. És ha bármilyen területre vetődsz, akkor azon a területen hogyan működj, mint ember. Tehát ezt a tudást szépen meg kell szerezni, vagy meg kellene szerezni. Ha az ember tudást szerez, tehát ez a kettő úgy működik, hogy a tudással emelkedik a hangulat. A hangulattal, tehát ha emelkedik a hangulat, akkor növekedik a tudásra való igény. Világos ez? Tehát ez a kettő, ez szorosan összefügg. Tehát minél jobb hangulatú valaki, annál nagyobb a tudás szomja. És minél több a tudást kap valaki, használható tudásról van szó, annál jobb hangulatba kerül. Tehát ez a kettő, ez teljesen összefügg. És az ember úgy működik, hogy tudást kap, növekszik a hangulata, javul a hangulata, és akkor van egy helyzet, és akkor nem azt nézi a helyzetben, hogy jaj, milyen szerencsétlen vagyok, jaj, már megint egy problémát kaptam, amit megint nem tudok megoldani, jaj, mit csináljak? Szalad fűhöz, fához, meg a vargához, és igazából eredményhez nem jut. Hanem azt mondja, hogy már jött egy feladat, semmi gond, megoldom. Ha elakadok, akkor meg van kihez fordulnom. Ez a kulcs. Hogyha elakadok, van kihez fordulnom. Itt van egy olyan közösség, hogyha elakadsz, van kihez fordulnod. És akkor nézzük tovább. Szóval, lényeg az,
hogy az ember bekerül, elé kerül egy helyzet, és akkor elkezdi a helyzetet megoldani. Elé kerül egy probléma, és akkor azt mondja, hát ez nem probléma, nem feladat. Miért? Mert van tudásom, és megoldom. Ha elakadok, semmi gond, kapok segítséget. Na most, ez azt jelenti, hogy lehet akármilyen helyzet, tud boldogulni. Érted? A többi az nem fog. Miért? Mert nem nő meg az igénye a tanulásra azáltal, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatba kerül. Ha valaki azt gondolja, hogy a tudás és a tudás igénye és a hangulat nem függ össze, akkor nem emlékszik vissza az általános iskola életére. Ha visszaemlékszel az általános iskola életedre, akkor azt láthattad, hogy a rossz tanulók, akkor egyáltalán nem érdekelte a tanulás. Világos ez? Egyáltalán nem érdekelte. És akit egyáltalán nem érdekelt a tanulás, az rossz tanuló lett. Tehát ez a kettő, ez szorosan összefüggött. Világos ez? Tehát azt tudott jó eredményeket produkálni az iskolába, akit érdekelt a tanulás. Érted? Világos ez? És megnézed, hogyan állt hozzá, akit érdekelt a tanulás, a tanuláshoz, hogyan állt hozzá mondjuk egy feleléshez, vagy egy dolgozathoz, és emlékezz arra, hogy hogyan állt hozzá az, akit nem érdekelt a tanulás, és rossz tanuló volt. Hogyan állt hozzá egy feleléshez, vagy egy dolgozathoz. És akkor szépen rájössz, hogy mennyire összefügg ez a két dolog, hogy az a tanulás és a hangulat az hogyan függ össze. És ráadásul még azt is megnézhetted, hogy a rossz tanulók az általában sokkal rosszabb hangulatúak voltak, mint a jó tanulók. Én most az iskolai hangulatáról beszélek. Tehát nem a civil hangulatáról, hogy a civil hangulatában pótolt dolgokat, érted, pótolt bizonyos dolgokkal, és főjavította a hangulatát, nem erről beszélek, hanem az iskolai hangulatáról beszélek. Én nem emlékszem olyan rossz tanulóra, aki jól érezte volna magát az iskolában, érted? A jó tanulók azok jól érezték magukat az iskolában. Szóval, visszatérve, itt van egy olyan világunk, aminek a megoldására két dolog szükséges. Ugye az egyik az, hogy nyitott legyen az ember a tanulásra, és találja meg azt a szervezetet, ahol mindenre van megoldás. És mindenre van tudás. Mikor azt mondták nekem annak idején, hogy olyan nem létezik, hogy mindenre van megoldás, meg tudás. Akkor én azt mondtam a múltban, hogy majd én bebizonyítom, hogy ez létezik. Oké? Bebizonyítottam egyébként? Jó. No szóval. Tehát ez az egyik, hogy erre nyitott valaki. A másik, ugye azt tudjuk, hogy a tudás emeli a hangulatot. A másik, hogy az ember olyan tevékenységgel kezdjen el foglalkozni, amivel szabad lehet. Miért kell olyan tevékenységet csinálni, amivel szabad lehet? Mert egy olyan világban élünk, ami kiszámíthatatlan. És ez nem pesszimista gondolkodás. Miért a ukránok gondolták szerinted, hogy mit tudom, ezelőtt 5 évvel, hogy 5 év múlva háború lesz Ukrajnában?
Biztos, hogy nem gondolták. És ha valaki azt mondta, hogy ha így haladunk, háború lesz Ukrajnába, akkor biztos azt mondták volna rá, hogy de pesszimista vagy. Pedig csak előrelátó volt, nem? Gondold végig. Tehát én nem azt mondom, hogy itt háború lesz. Nem. De egy kérdés van, hogy mennyire hagynak érvényesülni téged. Érted? Vagy mennyire nem? Mert ugye azt jelenti, hogy ugye úgy működnek az országok, hogy ahogy csökkentik a szociális hálót, valahogy növelni kellene a bevételt. A bevételt pedig úgy lehet növelni, hogy több az elvonás. Világos ez? És én csak úgy kérdésként tenném föl, hogy meddig hagynád azt, hogy elvonjanak? Mikor mondanád azt, hogy na jó, elég, és akkor egy olyan országba költözöm, ahol kevesebb az elvonás. Érted? Tehát meddig? Tehát így is Magyarországon, Európában az egyik legmagasabb az elvonás, ezt csak úgy mondom. És akkor mennyi lesz? Most úgy durván egy alkalmazott számára 50% az elvonás, és akkor nincs beleszámítva minden, mert nincs beleszámítva azok az összegek, amit te még bármilyen adóba, jövedéki adóba, vagy akármiben kifizetsz, érted? Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy alkalmazott, ha mindent megvásárol, mindent, és annak mennyi része megy be az állam kasszába, mennyi marad neki ténylegesen, akkor azt mondanánk, hogy gyakorlatilag az övé 25%-a a pénzének. Érted? Tehát ha mindent kifizet. Rendesen. Na most, és akkor mennyi? Mi az a határ, amit azt mondaná az ember, hogy de hát, eddig és ne tovább. És nem úgy, hogy akkor neki megy az ember az államnak, most nehogy félreérts. Hanem fogja az ember azt mondja, hogy akkor kicsit odébb állunk addig, míg nem rendeződnek ezek a dolgok. Míg nem teszik meg a fentiek azt a dolgot, hogy azt mondják, hogy jó, eddig éltél, kedves barátom. Oké? Okay? Nem azokra, akik kimennek, hanem azokra, akik így módon kizavarják azokat, akik egyébként ki se akartak volna menni. Nem tudom, világos-e. Tehát nem hiszem, hogy valaki jobban szereti a hazáját, mint én. Nem hiszem. De engem semmi nem tud korlátozni, még a hazaszeretetem sem. Érted? És ez a normális. Gondold végig, nekünk van egy küldetésünk. Eljutatni az embereket arra a tudásszintre, hogy képesek legyenek az aranykorban működni. Erre a tudásszintre kell eljutatni az embereket. Az aranykor az egy elnyomásmentes társadalmi forma, ahol az emberek szeretetben, békében, boldogságban tudnak együttműködni egymással. Tehát ebbe a formába kellene bevinni az embereket. Tehát ehhez kell nekik tudást adni, hogy erre képesek legyenek. De hát ezt csinálni kell, haladni kell. És azt nem lehet úgy csinálni, hogy bizonyos okok miatt nem tudja az ember csinálni,
Mármitől mi olyan mértékű az elvonás? Csak most mondtam példát. Érted? Tehát ez nem, nem most, ne értsétek félre, tehát ez nem ijeszgetés. Tehát ugye nekünk az a célunk, az a legjobb, hogyha itt maradunk, ahol vagyunk. És minden rendes lesz. És az aranykor, az már így is úgy is innen indul ki. Tőlünk, nem mástól fog kiindulni. Tehát akkor is a történelemkönyvekbe azt fog bekerülni, hogy az aranykor az Magyarországról indult ki, és ha megnézik, hogy honnan, akkor azt fogják mondani, hogy Budapestről. Oké? Így is, úgy is. Tehát amikor a mit tudom, hogy gyerekeink, unokáink, vagy dédunokáink fogják tanulni az aranykorba, hogy az aranykor honnan indult ki, akkor ez lesz a tény. Hogy ez Magyarországról indult ki, így is, úgy is. És hogy ez konkrétan Budapestről indult ki, ez is igaz. Oké? Tehát az, hogy ez a fajta törekvés honnan indult ki, az már egy múlt. Világos ez? És az, hogy ez hol, hogyan, miként fog megvalósulni, ugye a szándék az, hogy a Kárpát-medencében legyen először aranykor. Ez a szándék, de nem minden áron. Tehát én tudom azt, hogy azok az emberek, akik nem valók az aranykorba, azokat elrendezik a fentiek. Én ezt tudom. Oké? Azt lehet fentieknél reklamálni. Oké? És ha mit a 5 millió embernek kell megélni az aranykort, akkor 8 milliárdat tesznek lapátra. Érted? Tehát, és akkor lehet mondom fentieknek reklamálni. De nyilván nem ez a cél, csak most példaként mondtam. Érted? Hanem az a cél, hogy minél többen megéljék az aranykort. De anélkül nem lehet, hogy valaki nem tanul. Hát ha anélkül meg lehetne élni az aranykort, akkor már aranykor lenne. Nem? Ha tanulás nélkül meg lehetne élni. Akkor már itt virgonckodnánk az aranykorba. Tök jó lenne. Nem? Tehát, ha valaki esetleg nem tud eleget az aranykorról, akkor nézzem nekem vissza a videóimat. Egy csomó olyan videóm van fönn a neten, díjmentes, ahol részletesebben beszélek az aranykorról. Tehát mondhatnám azt, hogy az egy, ha röviden akarnám fogalmazni, akkor ez egy ideális társadalmi forma az emberiség számára. Oké? Egy olyan társadalmi forma, ahol be tudja teljesíteni az ember a küldetését. Méghozzá tömegesen be tudják teljesíteni az emberek a küldetésüket. Világos ez? Röviden. Mi a küldetés? Amiért ide születtünk a bolygóra. Oké? Most jelenlegi társadalmi formák egyike sem alkalmas arra, hogy az emberek tömegesen beteljesítsék a küldetésüket. Világos ez? Tehát ahhoz kell egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek tömegesen beteljesíthetik a küldetésüket, aminek egyik feltétele az, hogy ne kerülhessenek be olyanok, akik megakadályoznák az emberek küldetésének a teljesülését. Világos ez? Mivel a születés a fentiektől függött mindannyiunk számára, ezért a halálunk is a fentiektől függ. Jó, ezt csak úgy közvetítem, mint információ. Jó? Tehát, akik ugye bekerülnek az aranykorba,
azok úgy fogják elkönyvelni a múltra nézve, hogy az innen indult ki, így is, úgy is. Oké? Okay? A másik, hogy én a én elgondolkodnék azon, mondjuk itt az emberek helyében, nem a magam helyében, mi magam helyében már elgondolkodtam, már égezem, az emberek helyében, és még nem is a ti helyetekben, hanem azok helyében, akik ugye hallgatják az előadásomat, általában vagy először, hogy igazából miben akarnának élni? Egy olyan világban, ami felé megyünk, ami semmi jóval nem kecsegtet. Tehát semmi, egy olyan dolgot nem tudsz mondani, ami jóval kecsegtetne a jelenlegi haladásban, ami felé a világ halad. Tehát egyetlen egy dolgot nem lehet mondani, ami jóval kecsegtetne. Vagy pedig egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködnek annak érdekében, hogy a saját életküldetésüket beteljesítsék. Oké? Okay. Na most az azt jelenti, hogy a saját életküldetését az ember beteljesíti, akkor van választási lehetősége. Ha nem teljesíti be az életküldetését, akkor nincs választási lehetősége. Mi közt van választási lehetőség? Hogy mit csinálj az aranykor után? Vagy mondjuk visszaszülesse az aranykorba, esetleg segítőnek? Vagy netántán nem, mondjuk visszajöjjél úgy, hogy nem újszülöttként jönni vissza. Vagy visszajöjjél, vagy elmenjél egy olyan helyre, ahol neked megint van dolgod, az univerzumban. Érted? Hát utána van választási lehetőséged, de ha valaki nem választja az aranykort, akkor nincs választási lehetősége. Akkor egy dolog fog vele történni, hogy inkarnálódni fog. De a legtöbb földi ember a jelen pillanatban nem az aranykorba fog inkarnálódni. Sőt, még nem is a földre fog inkarnálódni. A Föld nem az a hely már, ahol a következő évezredekben ilyen feltételekkel élhetnek az emberek. Nem az a hely. A Földnek át kell menni egy óvodás korból, vagy egy általános iskolás korból, nem tudom kinek melyik jobban tetszik, egy felsőbb iskolai korba. Érted? Ahol az emberek felsőbb tanulmányokat végezhetnek. Oké? Okay? De mondhatnám azt is, hogy a lelkek felsőbb tanulmányokat végezhetnek. Tehát most gondold végig, hogy nem tudom téged mennyire érdekelt az a téma most itt a felsőbb tanulmányokról jut eszembe, hogy én világéletemben gyerekkoromban, és ez általános iskolai korszak. Én nekem azon járt az eszem, hogyha én nagy leszek, akkor én nem a fizikai megvalósítás területén akarok boldogulni. Nem így fogalmazódott meg, ezt most csak utólag így visszaért. Tehát nem ezen járt az eszem, hogy majd én mozdonyvezető leszek, mint tudod, itt volt, versekben is van ilyen, hogy mi leszek, ha nagy leszek, tudod, meg ilyen mindenféle történetekben.
És akkor csupa ilyen fizikai világba szóló megvalósulást gondolnak az emberek maguknak, meg az írók is a műveikben. Nekem nem ez járt a fejembe. Nekem az járt a fejembe, hogy olyan tudással rendelkezni, hogy én megértsem az emberek működését. Érted? Nem tudom, te hogy vagy ezzel a kérdéssel. És ugye miért kell megérteni a működésünket? Nem csak az emberek működésére gondoltam, hanem az élet működésére is. Az nyilván, ezt már csak úgy utólag hozzátettem, mert akkor, hogy az élet hogyan működik, még halvány fogalmam. Meg mi az, hogy élet, halvány fogalmam nem volt. Hát inkább az ember működése. Tehát, de nem úgy, hogy kívülről hogy működik, hanem úgy, hogy belül hogy működik. És főleg itt ez a rész, hogy működik. Érted? Tehát a gondolataink, stb. Hogyan is működnek? Ez olyasmi, mint egy, mit tudom én, mikor valaki elmegy mondjuk pszichológusnak, vagy pszichiáternek. Én nem mentem volna annak, de mindegy. És azért megy el mondjuk pszichológusnak, vagy pszichiáternek, hogy megértse az emberek működését. És akkor nyilván ez a gondolat, ez túlment rajtam. Az oktatási rendszernek köszönhetően. És utána hosszú évekig eszembe se jutott ez a kérdés. És ugye akkor jutott már eszembe, amikor ezzel kezdtem foglalkozni, hogy én ilyennel akartam foglalkozni, hogy mi emberek hogyan működjünk. Nyilván akkor nem tudtam mondani neki egy olyan szakmát, mint mondjuk mozdonyvezető, vagy tűzoltó. És lényeg az, hogy csodálatos dolog az emberekkel foglalkozni, és megismerni, megérteni az emberek működését. Ez egy csodálatos dolog. Tehát valaha bármilyen tevékenységgel találkoztam életemben, messze felülmúlja a csodálatosságában ez a fajta tudás. Érted? Hogy az ember érti, és meg tudja akár értetni az ember működését. És hogyha az ember érti az ember működését, mint a legbefolyásolóbb tényezőt itt a bolygón, ugye az ember a legbefolyásolóbb tényező a bolygón, hát akkor nyilván ugye megérti azt is, hogy mi történik ezen a bolygón. És ugye könnyebben megérti az ember, hogy mi történik a bolygón. És akkor az ember, hogyha ismeri ezeket a dolgokat, akkor tud alkalmazkodni a helyzetekhez, ami történik az életben. Minél jobb az alkalmazkodó képességünk a tudás miatt, annál jobb, nyilvánvaló. Tehát ezáltal ugye én abban, hogy megismertem az emberek működését, és nyilván azóta is tanulmányozom, és folyamatosan egyre több a tudásom ebben a kérdésben, és a tapasztalatom is természetesen, annál jobban érzem magam ebben a kérdésben. Érted? És én azt látom, hogy sokkal, de sokkal fontosabb, mondjuk azt tudni, hogy hogyan működik az ember, mint bármit, amit tanítanak az egyetemeken vagy a főiskolákon. Bármilyen diplomával összehasonlítva, sokkal, de sokkal lényegesebbnek és fontosabbnak tartom ezt a fajta tudást. Ezzel nem akarok senkit leértékelni vagy megsérteni. Természetesen. De én ugye azt látom, hogy azoknak, akiknek, mit tudom én, akár több diplomájuk van,
az életüket mégse tudják helyesen kezelni. Itt is szerethetsz diplomát, hogyha nagyon olyan diplomapárti vagy. Coach diplomát. Ember és életjobbító coach diplomát. Tehát az ember és életjobbító, ugye az azt jelenti, hogy coach a mi értelmezésünkben. Szóval egy csodálatos világot akarunk építeni, de ahhoz, hogy csodálatos világ jöjjön létre, ahhoz neked úgy kell az életedet szervezni, hogy addig, míg nem lesz csodálatos világ, míg nem lesz aranykor, te akkor is jól érezd magad a bőrödben. És nem csak te, hanem a szűk családod is természetesen. Oké? Okay? És ezt itt meg tudjuk neked adni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáimnak, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük a mesternek ezt a igen mélyen szántó velős előadást. Én mindig megbizonyosodok róla, hogy ismét megérte eljönni ide Budapestre, a Lourdes-ba, mert személyesen hallgatni ezeket a képzéseket, vagy előadásokat sokkal jobb, mint otthon a számítógép előtt, vagy telefonról. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogyha egyszer megteheti, vagy ide a Lourdes-ba, vagy pedig az irodánkba, minden szerdán este 6 órától, és minden vasárnap 4:30-tól kezdődik az előadás. Egyszer mindenki elmehet megtekinteni ingyenes egy coachképzést is. A címe, az iroda címe fent van a weboldalon. Javaslom, hogy mindenki próbálja ki személyesen, mert ott megismerheti személyesen is a Szedlacsik Miklóst, és nem csak egy képernyőn keresztül nézheti az előadásait. Így van, és hogyha most ezt az élő díjmentes bemutató előadást nézted, és ebben találtál számodra érdekes információkat, akkor gondolj bele abba, hogy mit kaphatsz egy képzésbe. Tehát mennyi olyan hasznos tudást, módszert, kipróbált módszert, ami helyrehozhatja az életedet, ami segíthet nem csak neked, hanem a családodnak is. Nekem az egyik legjobb döntésem volt, hogy elkezdtem itt tanulni. És azt javaslom neked is, aki nézel minket, hogy tedd próbára magad. Tedd próbára magad egy hónapra. De én azt javaslom, hogy az átláthatóság kedvéért próbáld ki magad 3 hónapra. 3 hónap tandíja mindössze 39.500 forint. Ezért 360.000 forint értékű tudást kapsz. Egyébként nyugodtan utána lehet nézni az interneten, a coachképzések árába, nem ennyibe kerülnek. Mit veszíthetsz, ha elkezded? Eszembe jutott egyébként egy, mindenki viccként meséli, de én szerintem ez egy tanulságos történet, pontosan a tudással kapcsolatban, hogy van egy 100 millió forintos gép egy üzembe, ami hirtelen pikpak megáll. Rohan a szerelő, tanácstalan nézi, rohan a főnökhöz, főnök baj van.
azonnal hívjátok a másik műszakszerelőjét, hát már ketten nézik, tanácstalanok, azonnal szaladjatok a harmadik műszakszerelőjéhez, már hárman nézik, nem tudjuk, főnök, nem tudjuk. Na, szaladjatok gyorsan a mérnökökért, aki tervezte, biztos tudni fogja. Kijönnek a mérnökök, hát nem tudjuk. Na, a főnök azt mondja, fiam, üljél kocsiba, szaladj el Józsi bácsihoz, hozzátok be, ő biztos tudni fogja. Behozzák Józsi bácsit, odaáll a géphez, körbejárja. Szól az egyik szerelőnek, fiam, add ide a legkisebb kalapácsodat. Az odaadja neki, oda megy az öreg a géphez, oda koppint, a gép elindul. Mindenki azt a mindenit nem tudnak észhez térni, kérde a főnök, mivel tartozunk Józsi bácsi? 25.002 forinttal. Tehát Józsi bácsi, hát mi az a két forint? Fiam, az a két forint volt az az egyetlen ütés. Jó, de hát akkor mi volt az a 25.000? Az a tudás, hogy tudtam, hova kell ütni. Köszönöm, de itt most azért lehet, hogy ez vicc, de mélyebben szántva a dologba, tehát egy kicsit gondoljunk bele. Ott van három szerelő, a mérnök, a satöbbi, és senkinek nincs tudása, csak egyetlen egy embernek. Tehát a tudás minden pénzt megér. Köszönöm. És gondoljatok bele azért, hogy amíg egy ember eljut odáig, hogy ekkora tudása lesz, ugye a Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Tehát az óriási tapasztalat ahhoz, hogy hatalmas tudást össze lehet, tehát hatalmas tudást el lehet sajátítani. És mégsem annyit kér a képzésekért. Mégsem 360 ezer forintba kerül a képzés, hanem gyakorlatilag az első hónap 19.700 forint, ami 660 forintra jön ki óránként, a második hónaptól kezdve 9.800 forint, 330 forintra jön ki egy óra képzés, egy kiló kenyér ára pedig 750 forint. Már ahol? Valahol hát, több? Jó, már ahol. Na de... A kenyeret fogod, megeszed, jól laksz vele, és nincs több pénzed kenyérre. Viszont ha van tudásod, akkor tudsz teremteni, amiből folyamatosan lehet kenyered. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy most feláldozod azt a 330 forintot óránként, vagy csak azért, hogy kipróbáld a 39.500 forintot három hónapi tudásért, és utána... egész életed végéig jól lakhatsz. Vagy pedig megveszed a kenyeret, megeszed, aztán éhen halsz. Így van, tehát tudással segíthetsz önmagadon, elsősorban és másokon. Így van. Tehát Karesznak volt még egy nagyon jó mondata ehhez, hogy a PPH az az ajtó, ami a jövőre nyílik. Köszönjük, de nekem van egy sokkal, de sokkal szívhez szólóbb vezetőm, igazgatóm által elhangzott ez a mondat, hogy a PPH a Noé bárkája. Igen, ez is. Tehát, ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel. Keresd meg bármelyik szervezőt, vezetőt a PPH-ból, Facebookon, vagy máshonnan. Kérjél rájuk, segíteni fognak. Így van, kérjél tőle segítséget, segít, megmutatja, hogy hogy tudod elkezdeni a képzést, mi hogy működik.
következő szeminárium december 4-én lesz. Jön a télapó is hozzánk. Azt említettem, hogy heti webelőadások szerdán 18 órától, vasárnap pedig 16:30-kor kezdenek. A szemináriumot követően PPH klubot tart mesterünk, Szedlacsik Miklós, este 8 óráig, ahol kérdezhetnek tőle azok, akik itt vannak személyesen a Lourdes-ban. Megkérlek benneteket, hogy a kitűzőket a teremből kifele menet adjátok le. Igen, azokat a kitűzőket, így van. És mielőtt kimennétek a teremből, mindjárt egy kört fogunk alkotni, ahol úgy fogjuk meg egymás kezét, tehát bal tenyér lefele, jobb tenyér fölfele néz, és így megfogjuk egymás kezét, és így fogunk körbeállni, így van. És igen. Utána nem tapsolunk, nem csapjuk szét és az energiát. Nem tapsolunk. Tessék, fordítva, mi bal lefele. Látom, figyeltek. Ott a pont. Hogy? Ja, bocsánat. Ja, fordítva. Jó, ezt majd akkor rendezzük. Igen, másikból. A másikból. És akkor... Hát az van, hogy még egyszer akkor... köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak, hogy mi lehettünk a mai szeminárium házigazdái. Köszönjük a munkáját Szedlacsik Mariannak és az egész Szedlacsik családnak, a rendezőknek és a technikusoknak. Köszönjük nektek az együttműködéseteket és a szereteteket. Szeretünk benneteket, minden jót kívánunk nektek, és eredményes novembert kívánunk nektek, és jó utat hazafelé. Köszönjük, hogy jelenlétetekkel megtiszteltetek minket. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!